Sziasztok! Én Geri vagyok a Hangszer Plázából, és a mai nap a Blackstar-nak az ID Core V3-as szériáját hoztam el nektek bemutatni. Fogadjátok sok szeretettel! Blackstar cég ezt az ID Core szériát leginkább otthoni felhasználásra fejlesztette, találta ki. Gyakorlatilag annyiban különbözik, hogy az egyik az 10 wattos, a másik az 20 wattos, és a harmadik pedig 40 wattos. Gyakorlatilag mind a háromban ugyanazok az effektek találhatók, ugyanazok a szimulációk találhatók benne, ugyanazok a csatlakozási lehetőségeink, illetve nagyon fontos, hogy sztereó. Stereo mind a három verziója neki, és én nagyon szeretem. Nézzük is a kezelőfelületünket. Gyakorlatilag az első nagyon-nagyon fontos, ez a voice potméter, és hogyha itt jól megnézitek, kétfajta cleanünk van már alapból. Van egy warm, ami kicsit ilyen melegebb, mutatom közbe. Kicsit ilyen, hát több alja meg közepe lehet. Jól szól, olyan warm. Következő Clean Bright, itt már kicsit több lesz a csillogása. Itt már azért jobban lehet hallani ezt a kis gént is, amit hozzáadtam. Aztán következő Crunch, hát az ilyen, tudjátok, AC/DC. Nem kell tovább játszani. Úgy érzem, inkább ez a kicsit ilyen marshallos világ, de van, aki ezt szereti. Super crunch itt már, ez jobban meg van tolva az eleje. Ez már inkább olyan Guns N' Roses-os. Nem? De. Szerintem. Oké, OD1. Itt már azért van bőven kásánk. Szeretem az ilyet. És most jön az OD2-es, ami már úgymond egy ilyen nagyon high gain csatorna most így hirtelen. De ugye én gain potihoz most nem nyúltam. Kicsit a fele alatt vagyunk. És akkor itt az OD2. Nekem nyilván ez jön be a legjobban, elég metal face-nek gondolom magam. Ennyi volt a voice potting. Vissza is kapcsolom ide a legelejére. Következő az EQ potméterünk, és itt a Blackstar csinált egy ilyen saját fejlesztés, az ISF nevezetűt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha balra tekerjük, akkor lesz egy ilyen... Kicsit ilyen nyitottabb hangunk, illetve hogyha jobbra tekerjük, akkor... Nekem az egy kicsikét tompább, illetve hogyha középre tesszük, akkor gyakorlatilag olyan, mintha az erősítőnkön a mély, közép, magas ugyanúgy középen áll a minden potméter.
az arany középút. A Blackstar egyébként nagyjából úgy írja le ezt, hogy ha balra tekered, akkor inkább ez a picit agresszívabb USA, amerikai hangzás van beletáplálva ebbe az EQ-ba. Ha jobbra tekered, akkor viszont inkább ez a kicsit tompább brit. Nagyon-nagyon fontos és jó dolog, hogy kaptunk effekteket is az ID Core V3-ba. Kezdjük is velük. Nézzük csak, legyen egy reverb gombunk. Az egyes reverb-öt. Felrakom a hangerejét, az effektnek a hangerejét középre, hogy azért halljuk, hogy mi fog történni. Az egyes reverb. Ez egy ilyen kis rövid delay, és ahogy egyébként megyünk majd felfele, a kettes, majd kicsikét hosszabb lesz majd, nagyobb tered lesz. Hoppá! És ugye itt is tudunk levellel szépen állítani ezen. A hármas az még hosszabb lesz majd. Tehát még mindig. És a négyesnél. A következő effekt gombunk pedig a delay lesz. Négyfajta lehetőségünk lesz majd itt is. Jó. Adunk rá egy kis hangerőt. Az első egyébként egy lineáris delay, a második az egy analóg lesz. Delayünknél maga ez a level lesz a hangerőnk. Már hangos volt. És még mindig. Jó. Negyedik verzió. És még mindig. Nézzük akkor a modulációs effektjeinket. Négyet kapunk a Blackstar-tól az ID Core-ban. Az első az egy phaser lesz.
Ütemet adni, hogy hogy rángasson. Elég jó, tetszik. Következő, a kettes effektünk az egy kórus lesz. A hármas az pedig egy tök érdekes. És a negyedik. Tremolunk. Reverb gombunk, hogyha hosszan nyomva van, akkor bekapcsol egy hangolónk. És utána egyszer megnyom, és vissza. Van még nekünk egy manuál nevezetű gombunk, amivel gyakorlatilag előre beállított prezeteket tudunk meghallgatni, amiket a Blackstar alapból beletáplált. Mutatnék is egy párat. Ezt úgy tudjuk váltogatni, hogy a voice gombot mondjuk feljebb tekerjük. Például ez volt nekik az alapból beállított clean brightjuk, jön egy crunchosabb. Super crunch, ami így szól. Az már azért jó, jó szólt. OD1-es. Nézzük itt, mit csináltak. Hoppá.
Hát ez egy kicsit furi, de... Vicces ez, vicces ez. Nézzük a legdurvábbat, hát ha ez lesz. Á, nem. Ezek voltak a Blackstar-nak az alapból betáplált, előre elkészített kis patchei. Hogyha most rányomunk a manuál gombra, akkor gyakorlatilag minden teljesen standard pozícióba áll, úgymond, tehát elkezdhetjük a saját szánk íze szerint csinálgatni a patcheinket, mondjuk például maradjunk a Clean Warm-on, hangerő jó, adjunk neki egy kicsit több gaint. Azt mondjuk az ISF-et. Nézzük, tegyük ide. Így jobb. Oké. Adjunk neki egy kis reverb-öt, mondjuk. Oké, adjunk neki mondjuk. És ha úgy döntünk, hogy ez nekünk nagyon-nagyon tetszett, akkor szépen megnyomjuk hosszan. Most elmentette nekünk az adott patchre, tehát a voice tekerőnél a clean warmunk nekünk már, hogyha legközelebb szeretnénk csatornát váltani, de visszajönnénk erre, akkor ez lesz a mi clean warm csatornánk. És így mehetünk tovább, voice-onként, egyenként, külön magunknak be tudunk állítani mindent. Ha kérdésetek lenne még a cuccal kapcsolatban, akkor nyugodtan gyertek be a budapesti üzletünkbe. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek be minket Instán, Facebookon, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!